A demokratikus koalíció oltáspárti politikai közösségként azt szeretné, ha minél többen beadatnák maguknak a koronavírus elleni vakcinát. De ezt nem segíti, hogy ma sem lehet tudni, szabadon választhatunk-e a vakcinák közül. A pánik kormány hetek óta össze-vissza beszél többek között ebben a kérdésben is. Müller Cecília országos tiszti főorvos egy hónapja azt mondta, hogy nem lehet majd szabadon választani. Majd Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úgy nyilatkozott, hogy szabadon lehet majd választani a vakcinák között. Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter viszont a hétvégén megint a szabad vakcina választás ellen érvelt. Ember legyen a talpán, aki kiigazodik a pánik kormány végtelen káoszában. Éppen ezért az kell, hogy ezt a kérdést a törvény betűje tisztázza fehéren, feketén. A demokratikus koalíció ezért törvényjavaslatot nyújt be a szabad vakcinaválasztás érdekében. Azt akarjuk, hogy a törvény mondja ki. Mindenki maga döntheti el, hogy mely vakcinával oltatja be magát. Senkit se lehessen arra kényszeríteni, hogy például olyan vakcinával oltsák be, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség. A javaslatunktól azt várjuk, hogy érdemben növelni fogja a pánik kormány által megtépázott oltási kedvet. Hiszen ha mindenki azt a vakcinát adathatja be magának, amelyben megbízik, akkor nincs oka annak, hogy ne éljen az oltás lehetőségével. A DK szerint a kormány kezében van tehát a döntés. Megszavazzák a DK törvényjavaslatát, és a szabad vakcinaválasztással növelik az oltási hajlandóságot, vagy elutasítják a DK törvényjavaslatát, megtiltják a szabad vakcinaválasztást, és tovább csökkentik az oltási kedvet. Láttuk, hogy mi történt az oltási kedvel azok után, hogy a kormány az Európai Gyógyszerügynökség által bevizsgálatlan és engedélyezetlen kínai vakcinával kezdett el házalni. Amióta pánik kormány ezzel haknizik, az oltási kedv folyamatosan csökken. Mi segíteni szeretnénk, hogy növeljük az oltási kedvet, minél többen beadassák maguknak a vakcinát, azt, amelyikben megbíznak, és minél hamarabb magunk mögött tudjuk a járványt. De ehhez az kell, hogy törvényben garantáljuk. Mindenki szabadon választhat a vakcinák között, és csak azt adhatják be neki, amelyet ő választ, amelyikben megbízik. A demokratikus koalíció tehát törvényjavaslatot nyújt be a szabad vakcina választás érdekében. A DK szerint a kormány kezében van a döntés. Megszavazzák a DK törvényjavaslatát, és a szabad vakcina választással növelik az oltási hajlandóságot, vagy elutasítják a DK törvényjavaslatát, megtiltják a szabad vakcina választást, és ezzel tovább csökkentik az oltási kedvet.